Szia, nevem Richard, van egy kérdésem. Akarod-e tudni, hogyan legyél sikeres online? Ha igen, akkor maradj velem, mert van néhány tippem, amit akarok osztani veled. El kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen néhány ellenséged van, ami meg fog akadályozni abban, hogy elérd azt a sikert, amit magadnak szeretnél. És az első számú ellenség az pedig a komfort. Úgy is nevezzük ezt, hogy a komfortzóna, igaz? Tehát igaz, hogy nagyon nehéz kijönni a komfortzónából, mert el kell, hogy mondjam, tehát olyan dolgokat fog kelni, csináljál, ami nem lesz a komfortzónádba, például olyan, hogy tartalmat kell feltölteni online, tehát különböző anyagokat, ez lehet ugye blogot kell írni, lehet videót kell készíteni a YouTube-on, vagy különböző posztolásokat kell írni, tehát ki fog téged ez billenteni a komfortzónádból. És el kell mondjam, a sikeres emberek mindig kilépnek a komfortzónájukból, tehát nekik ez már egy, is mondhassuk, egy gyakorlat, egy bevett szokás, hogy állandóan kilépnek a komfortzónából, és hogyha pedig eredményeket akarsz elérni, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy te is ezt kell majd csinál, tehát próbál edzeni magad, hogy minél többször kilépjél a komfortzónából, mivel hogy ugye olyan dolgokat kell csinálni, amit azelőtt lehet, hogy nem csináltál, lehet, hogy van egy munkahelyed, igaz, lehet, hogy nem kell ilyen dolgokat csinálni, tehát a munkahelyen ugye van egy főnök, aki elmondja neked, hogy mit kell csinálni. Itt akkor most elérünk a második ponthoz, ami ugyancsak az ellenséged lehet, és ez pedig a bizalom. Azaz, bizalom hiánya, jobban mondva, lehet az ellensége. Tehát, hogyha nincsen bizalmad, hogy sikeres leszel, nincsen bizalmad abban, hogy meg tudod csinálni, nincsen bizalmad, hogy el tudod érni azt a sikert, akkor sajnos ez ellenségeddé fog válni, és nem leszel sikeres. Tehát el kell mondjam, hogy tulajdonképpen a bizalom hiánya az tulajdonképpen a saját személyedben van, tehát nem bízol magadban. És ez nagyon fontos minden sikeres ember, tehát bízik magába, és tehát elhatározza már az elején, hogy ő ezt meg fogja csinálni. Tehát bizalommal áll neki. Nagyon fontos ez a hozzáállás, az attitűd, hogy hogyan állsz neki a dolgoknak. El kell mondjam, hogy ennek van egy ilyen kis titka is, hogy kicsit nem is vagy bizalom terén nem állsz jó, de hogyha csinálod a dolgokat, és minden nap csinálod, és mész előre, akkor a bizalom is fog erősödni, és egyre több bizalmad lesz. Tehát nagyon fontos, hogy kezd el, és csináld, és menj előre. Biztos, hogy látta a YouTube-on, nagyon sok sikeres ember van, tehát meg lehet csinálni. Tehát, hogyha ők meg tudták csinálni, és elérték ezt a sikert, tehát akkor bizalom már innen is tud neked lenni ebből, tehát hogyha látsz más sikeres embereket, akkor persze, hogy akkor te is ezt meg tudod csinálni, tehát nagyon fontos ugye, hogy legyen ilyen példakép, legyen egy példaképet, akit követsz, és akkor látod, hogyha ők meg tudták csinálni, akkor te is meg tudod csinálni. A harmadik dolog pedig a munka. Utána akarom mondani az egy etikus munkát kell végezni. Tehát tulajdonképpen, ahogy mondtam, hogyha esetleg van egy munkahelyed, ott a főnököd mondja meg, hogy mit kell csinálni. Ebben az esetben itt, amiről mi beszélünk, itt te vagy a saját főnököd,
és te fogod megszabni a saját munkádat, tehát hogy mit kell csinálni. Nagyon fontos ez az etikus munka, amit rendszeresen kell csinálni. Nagyon jó, hogyha minden nap, tehát hogyha minden nap csinálod, akkor egy ilyen fejlődést is fogsz elérni, tehát nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen rendszeres terved, és azt minden nap csináljad, mivel hogy ez fog elvezetni a sikerhez, ezt el kell mondjam, hogy ezt csinálják a sikeres emberek is, és hogyha ezen az úton akarsz haladni, akkor neked is majd ezt fog kelleni csináljad. Persze lesznek kihívások, és mint ahogy az életben is van, de ezeken túl kell lépni, és kell menni előre, mivel hogy ez így tud működni, tehát nincs olyan, hogy ne legyen kihívás, és minden ilyen simán menjen, és elérje a sikerhez. Tehát persze lesznek gátok, lesznek akadályok, de mind tovább kell menni, és kell menni előre, mivel hogy csak így lehet elérni azokat az eredményeket, amiket el akarsz magadnak írni. Tehát ez az a három ellenség, ugye a komfortzóna, a bizalom hiány tulajdonképpen, a munka, hogyha ugye ezt nem csinálod, akkor nem leszel sikeres, és van egy negyedik, ami a tanulással, és mondhatom, hogy edzhetőséggel kapcsolatos, tehát a tanulás nagyon fontos itt az online világban is, tehát az, hogy te tanítható legyél, edzhető legyél, ez nagyon fontos, ez egy nagyon fontos jellemzője a sikeres embereknek, nagyon taníthatóak, ők edzhetőek, és készek arra, hogy tanuljanak új dolgokat, és tulajdonképpen így érnek el eredményeket, tehát nagyon fontos, hogy ne utasítsd vissza tulajdonképpen a tanulást, az új dolgok elsajátítása, új készségek, nagyon fontos, hogy ugye új készségeket tanuljál, és ezek akkor majd elvezetnek téged a sikerhez, tehát nagyon fontos, hogy ezeket mind betartsad, tehát tulajdonképpen, ahogy mondtam, ezek ellenségek lehetnek neked, de menjél tovább, és ne próbálj, tehát hogy komfortzónádból próbálj kilépni, legyen bizalmat, tedd meg a munkát, ugye, amit meg kell tenni minden nap, és tehát legyél tanítható, tehát tanuljál. Persze ennek van egy másik oldala is, hogy ne essél bele abba a csapdába, hogy állandóan tanulsz, és ugye nem ugye gyakorlatban is kell léptetni azokat, amiket tanultál, nagyon fontos, tehát ez úgy működik, hogy tanulsz, és gyakorlatba lépteted, amiket ugye tanultál, és akkor abból ugye megint lehet, hogy fogsz csinálni egy pár hibát, és akkor tanulsz, hogy következőben ne csináld meg azokat a hibákat, és így meg tanulsz, és mész előre, és ez így működik. El kell mondjam, hogy 95%-a az embereknek nem csinálja ezt, és akkor ugye ezért nincsenek eredmények. Tehát a sikeres emberek készek arra, hogy ugye kilépjenek a komfortzónájukból, van bizalmuk, tehát van egy személyes bizalom, hogy meg tudják csinálni a dolgot. Persze ők is merítenek más személyektől, sikeres emberektől, ugye különböző anyagok vannak erre, könyvek, videók, audio anyagok, ahonnan lehet meríteni, hogy bizalmat legyen. Akkor ugye a harmadik, hogy a munkát elvégzik, tehát minden nap, és a saját, tulajdonképpen a saját főnökük, tehát nem várják el, hogy valaki mondja, hogy mit kell csinálni, hanem
ők már saját maguktól megcsinálják ugye a munkát, és a negyedik pont a tanulás, tehát legyél kész tanulni új dolgokat, ez nagyon fontos a sikerhez. Nem csak online, hanem ez az életre is érvényes. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna. Ha akarod tudni, hogy melyik az én első számú ajánlatom arra, hogy hogyan tudnál pénzt keresni online, akkor a videóm alatt van egy link, ott meg tudod nézni, hogy miről is van szó. Oké, akkor köszönöm, hogy nézted a videómat, minden jót kívánok, és szia!